Köszöntöm kedves nézőinket! A Családban marad rendhagyó adását látják. Mai műsorunkban olyan családokat ismerhetnek meg, amelyek külhoni területről származnak, de már nem ott élnek. A koronavírus miatt mindannyiuknak ugyanazokkal a nehézségekkel és problémákkal kell megküzdeniük. Amatőr felvételeket küldtek a világ 7 országából. Mai műsorunkban ezeket tekinthetik meg. Adásunk végén pedig egy Németországban élő, a koronavírusos betegekért felelős orvos beszámolóját hallgathatják meg. Tartsanak velünk! Tatár Ferenc és családja közel 10 éve élnek Kanadában. Feleségével, Kittivel 2 gyermeket nevelnek. Hi everyone! Üdvözlök mindenkit Kanada csodálatos világából. Tatár Ferenc vagyok, nevetlen faluban születtem. Montréaltól keletre kb. 1 órányira található kis város mellett az amerikai határ mentén elterülő Huntingtonba telepettünk le. Itt a kormány rendkívüli figyelmet fordít az emberek egészségügyi kondíciójára. Elmondhatom, hogy az alapellátás kimagaslóan felülmúlja az európait, de még az amerikait is. Mindenképpen egy olyan időszakot élünk most, amelyre még nem volt precedens ebben az évszázadban, így hát az emberek nem is veszik annyira komolyan, nem látják át a helyzet súlyosságát. Ugyanúgy eljárnak parkokba, nem tartják be az előírt 2 méter távolságot, ezért a vezetőség elrendelte a 2 hét kötelező bentartózkodást, csak élelmiszerért vagy gyógyszerért mehetünk ki. Máshová nem is nagyon lehet kimenni, mert minden üzlet be van zárva. A helyi élelmiszerbolt, illetve a gyógyszertár házhoz szállítást is végeznek, úgyhogy végül is ki se kell tenni a lábunkat az otthonunkból. A vállalatok tömegesen zárták be kapuikat. A határforgalmat is jelentősen csökkentették, csak azok a forgalmazók vagy gyártók léphetik át a határt, kereskedelmi célra, akinek a profiljuk ebben a helyzetben elengedhetetlen a fennmaradáshoz. Ugye a mi cégünk is ebbe a kategóriába tartozik, ugyanis takarmányt állítunk elő, amit Amerikába exportálunk napi szinten. Én áldottnak érzem magam, mert elmondhatom magamról, hogy minden nap dolgozok. Amúgy ezt mai napon nagyon kevesen tudják elmondani. De azt tudom ajánlani, hogy aki Istenhez fordul segítségét, és kéri az ő segítségét, meg fogja hallgatni. De azt is megemlítem, hogy akik abban a helyzetben kerültek, hogy a koronavírus miatt ott kellett hagyni a munkájukat, az állam gondoskodik róluk. Egy héttel ezelőtt az emberek óriási pánikvásárlásba kezdtek, sajnos a kapzsiság miatt nem csak 2 hétre elegendő élelmiszert vásároltak be, hanem legalább 2 hónapra. A WC-papírral mai napig nem tudom, mit fognak kezdeni. Mint ahogy említettem, egy kisváros közelében élünk, így mi kevésbé vagyunk kitéve a veszélynek. Hát az az igazság, hogy mi nem pánikolunk, ugyanannyi élelmiszer van elraktározva, mint ezelőtt. Hát hiszem, hogy az Úr úgyse hagyna minket éhezni. Nehéz ez az időszak, főleg a gyerekek számára, mivel már 2 hete itthon vannak az iskolából. Nagylányomnak hiányoznak az osztálytársai, nincs kivel játszani. Igyekszik azért lekötni magát, sokat puzzle-ozik, ugrálgatnak az ágyon a testvérével. Hát persze, a tanulásra hanyagolja. Néha, amikor süt a nap, előkerül a bringa, a kisfiam meg elő szokta hozni a kis pedálos traktorját. Most egy ideig azért egybe leszünk zárva.
aminek örülök is, mert így legalább jobban elsajátítják a gyerekek az anyanyelvet. Hiszen a nagylányom francia iskolába jár, a kisfiú angol óvodába, úgyhogy magyarul csak annyit beszélünk itthon, amikor este hazajönnek. És az, az igazság, hogy látszik is a fejlődés. Hatalmas figyelmeztetés ez most számunkra. Leállt a világ, de nem állt meg végleg. Legyen ez mindannyiunk számára egy csendes időszak, amikor az apák jobban megismerhetik gyerekeiket, feleségeiket, használjuk bölcsen ezt a kényszerszabadságot, és ismerjük meg Istent is jobban. A délvidékről származó Léda és férje Augusto, valamint kislányuk Chicagótól nem messze él. Léda önkéntes tanárként dolgozik a helyi magyar iskolában, ahol 120 diák tanul. Itt gyorsan megállok, és mutatom, hogy ez egy bolt mellett van. És nem csak azért vannak zárva, mert reggel 6:40 van, hanem azért is, mert az emberek félnek többnyire, és ugyanakkor az a város, az állam, Illinois állam megkért mindenkit, hogy aki teheti, ne menjen dolgozni, maradjon otthon. És az emberek több része, többsége hallgat és figyel. Ott elől annyit, nem tudom, tudok-e zoomolni, azt meg megmutattam, hogy ott van a vasút állomás, ami ebben az időben tele van emberekkel. És ebben az időben kettő vonat jön, egy Chicagóból és egy Chicagóba érkezik. Most egy vonat sincs. Járatokat töröltek, az emberek sem utaznak már annyit. Nagyon vallásos családban származom, 4 testvérem van, mind a 4 testvérem a más-más országban, más városban lakik. Az anyukám egyedül van, mert lezárták a határokat, és nem tud senki Magyarországon élő testvérem, nővérem nem tud látogatóba menni, nem tud rajta segíteni, az anyukám se tud hozzámenni, egyedül van a házba, úgyhogy ez kihat mindenkire, és biztos vagyok, hogy több ezren vagyunk így, hogy elszakadva a családainktól, messze a rokonoktól, a szülőktől, a testvérektől, és az internet az egyetlen módja annak, hogy kapcsolatot tartsuk, hogy ne felejtsük el, honnét jöttünk, és hogy vannak körülöttünk lévő rokonok, ismerősöket, fölhívjuk, érteklődjünk. De nekünk is jól esik, ha fölhívnak és érteklődnek, hogy mi hogy vagyunk, mi hogy viseljük ezeket a nehéz időket. Vegyük komolyan, kinek mi a hite, ki miben hisz. Én az imába melegszem, én az imába találom meg a megnyugvást, ahogy rengeteg más ember is. Itt most mindannyiunknak szükség van hitre, reményre és szeretetre. Juhász László családjával Németországban él, ahol tetováló művészként dolgozik. Sziasztok! 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 Mi élünk Németországban, Stuttgarttól nagyjából 38 km-re, Baden-Württembergben. Ő itt Csenge, 6 éves, és itt van Ákos. Ő 4 éves. Veronika a feleségem, éppen valamit mókol, nem tudom. Tetoválással foglalkozók, lassan 2 éve vagyunk itt. A jelenlegi helyzet viszont tényleg próbára tesz mindenkit. Ahogy látom az embereket itt kint a környezetünkben, igazán nem stresszeli túl a helyzetet. Persze, akinek vállalkozás van, mint az én főnökömnek, ők azért elég komolyan veszik. Pánik nincs. Még egyszer mondom, az emberek nem stresszeli túl. Nem. A mi életünk annyiban változott jelen helyzetben, hogy a gyerekek 0-24-ben itt vannak. És már nagyon hiányzanak a Ovi meg a barátaink. Tényleg annyiban változott az egész, hogy ők most itthon vannak teljes mértékben. Ez a feleségemet teszi igen
próbára. Én nekem még van lehetőségem mozogni, de egyébként a mi szalonunk is bezárt. Szóval itt most nagyjából a nagyobb vállalatok működnek, építőipar az folyamatosan. Ezt onnan tudom, hogy az én szüleim és édesapám is építőiparban dolgozik, a sógorom is, és ők is itt laknak tőlünk egy nagyjából 80-100 kilométerre. Nálunk egyébként az, hogy együtt vagyunk, ez természetes. Nálunk a hétvégék is úgy telnek, hogy csak együtt vagyunk. Ritkán vannak nálunk vendégek, vagy mi megyünk át esetleg a szüleimhez, a testvéremhez, vagy ők jönnek hozzánk. Minket ez nem épít le, hogy együtt vagyunk, sőt, jól érezzük magunkat, társasozunk, játszunk, kirándulunk. És vagy elmegyünk kirándulni. A jövő az, ami kicsit bizonytalan. Nem tudjuk, meddig kell zárva tartani, mármint magamra gondolok, és ugye a tetoválószalonra. Nem tudjuk, hogy úgy, ugye, utána az emberek mennyire fognak keresni minket. Ez az év nagyon jól indult. Ugye hosszú távra voltunk már betervezve. De most, hogy ez a helyzet bekövetkezett, ez most így kérdéses. Nálunk a gyerekek teljes mértékben le vannak foglalva. Mit csináltok egész nap? Játszunk a Playmobilokkal, meg piknikezünk. Ez hiányzik a Ovi. Az is benne. Különben ez nagyon érdekes, mert amióta Ákos itthon van, azóta nincsen vele probléma. Adi mindig vitatkozni kellett vele, hogy menjen Oviba, azóta Csenge kicsit depisebb. Meg a feleségem sem bírja, már azért olyan jó. Kordobán Renáta és családja 5 éve él Csehország egyik legnagyobb városában. Renáta az egyik bevásárlására is magával vitte a kamerát, ahol jól látható, hogy a pánik elmúlt, és nincs élelmiszerhiány az üzletekben. Sok munkahely bezárt egy kis időre. Én személy szerint a munkahelyemen azt tapasztalom, hogy bemész, az az első kézfertétlenítés, lázmérés, lázat mérnek állandóan minden egyes alkalommal, és féltek az emberek. Már most már így a 16. nap, már így az emberek hozzászoktak. Eleinte volt egy kisebb pánik, mert nagyon sokan felvásárolták a húsokat, a lisztet, cukrot, olajat, ami hirtelen az embernek szükséges. Volt olyan, hogy egy hétig kb. Nem tudtunk venni húst, de már most már hál' Istennek azért úgymond helyre rázódott az egész rendszer. Maga a városban, itt Pilsenben nálunk, a közleményben úgy volt kiírva, hogy 13 beteg van. Szerintem a karantén alatt az a legnehezebb dolog, hogy hogyan kös le egy 4 éves gyereket. Március 12-e óta nincsen se óvoda, se iskola, így nálunk se nincsen óvoda. Azért elég nehéz egy 4 éves gyereknek megmagyarázni, hogy mi az a karantén, miért járnak az emberek maszkokba, miért nem lehet kimenni a játszótérre játszani, vagy miért nem lehet menni éppen közösségbe. Elég nehéz volt. Anya, én szeretek játszótérre menni. Komolyan? Én kérek most menni. De most nem mehetünk ki. Nem? Nem. Szóval ez a legnagyobb kihívás, és nagyon várjuk már, hogy vége legyen ennek az egésznek. Szerintem már mindenki. Mindenkinek kitartást, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk másokra, és ha tehessük, maradjunk otthon.
Az öttagú lipcsei család 2015-ben költözött Magyarországra. A nagyobb gyermekek Pápán tanulnak a református gimnáziumban, az édesapa Győrben dolgozik. Az édesanya legkisebb gyermekük ápolásával tölti mindennapjait. A karantén idejét pedig megpróbálják minél tartalmasabban együtt eltölteni. Nagyon felgyorsult, rohanó világban élünk, de most úgy gondolom, hogy egy olyan helyzet állt elő, ahol a családoknak meg kellett állni. Olyan időszak következett be, ahol a családok együtt vannak. Hogyan éljük meg? Férjem szabadságra küldték 2 hétre, a gyerekek itthon tanulnak. Nagyon nehéz a tanulás. Istvánka hazakapja a feladatokat, a fejlesztő feladatokat, ami nem egyszerű. Mi egészen jól viseljük a családunkkal ezt a koronavírusos dolgot. Próbálkozunk ellene védekezni. Betartjuk azokat az előírásokat, amiket be kell. Próbáljuk a javunkra fordítani a koronavírus miatt felszabadult nagyon sok időt. Próbálunk nagyon sokat együtt lenni. Próbáljuk bepótolni azokat a perceket, esetleg órákat, amit nem tudtunk együtt tölteni, mert rohanni kellett iskolába, dolgozni, és ilyenkor bepótoljuk. Próbálunk nagyon sokat együtt lenni, beszélgetni, esetleg társasjátékozni is. Nálunk, ami a mi családunkban a legnagyobb problémát jelenti, az az Istvánkának a lekötése, a többi gyermeknek az egész nap órája van, de az Istvánkával egy kicsit nehéz, mert... Csak arra biztatok mindenkit, hogy imádkozzunk, és kérjük Istent, hogy legyen velünk ebben a nehéz időszakban. Sajnos, hogy ilyen helyzetnek kellett kialakulnia, de szerintem ez mindenkinek egy elég jó pont. Igaz, hogy krízis helyzet, de elég veszélyes, de szerintem most mindenki, aki otthon van a családjával, aki a rohanó világban napról napra csak rohan, és nincs ideje egymásra lassan, már még telefonálni sincsen, hát most kihasználhatja mindenki a helyzetet, és megbeszélhetnek olyan dolgokat, amit mi is megbeszélünk, például amik elmaradtak. Több időnk van egymással, többet tudunk beszélgetni, többet tudunk kérdezni a gyerekektől, akik hétről hétre csak 2 napra járnak haza, abból a 2-ből is max. 1-et itt hol vagynak. Úgyhogy szerintem ez egy jel, hogy mindenki közelebb kerüljön a családjához. A családunkról még el lehet mondani azt, hogy minden napi táplálékunk a Biblia. Minden reggel olvasunk bibliaolvasókalauzt, esetleg egyből hozzá igemagyarázatnak Bibliát is. A Tiszakeresztúrban született Jánki Ilona családjával az Egyesült Királyságban él. Most az ő beszámolójukat tekinthetik meg. Hello. Yes, how are you? Most 3 ember van a boltba előttünk. Igen. Ki van írva, hogy be kell tartani a távolságot egymás mögött, hogy ne kerüljünk nagyon közel egymáshoz, mivel ez a vírus cseppfertőzés útján terjed. Az is ki van írva minden ajtóra, hogy megadott napokon, 3 napon a héten az idősebbek és az egészségügyben dolgozók részesülnek előnyben, miszerint ők reggel 8 és 9 óra között vásárolhatnak. A boltokban itt is megvan szabva, hogy fejenként mennyi áru vásárolható, ezzel is odafigyelve. Igen, babám. Odafigyelve egymásra. Angliában élünk, egy Milton Keynes nevű városkában, nincs messze Londontól. Van egy kisfiam, aki 1 éves. Itt van. Ő Gabriel. Nagyon aktív baba. Minek köszönhetően nagyon sokat szoktunk parkokba járni, játszóházakba, játszóterekre, barátokkal találkozni. A koronavírus miatt sajnos nagyon szigorú intézkedéseket hozott az államfő, miszerint napi 1-szer engedélyezett a kijárás, azt is nagyon-nagyon fontos ügyek miatt. Ebbe beletartozik a rászorulóknak való segítségnyújtás, valamint a leges-leges legfontosabb élelmiszerek beszerzése, valamint a gyógyszerek beszerzése. És olyan munkahelyekre való eljutás, ami nagyon-nagyon fontos, eszenciális. Az iskolákat bezárták, a nagyobb gyerekeket érinti ez igazából,
Nekem még igen pici, mi nem nagyon észleljük ennek a nehézségét, miszerint otthon tanulás van. A szülők otthon vannak, azok pedig, akik nincsenek, tehát keyworkerek, azt jelenti, hogy nagyon-nagyon fontos munkát végeznek az egészségügyben, kiszállításban, élelmiszeriparban, az ők gyerekei továbbra is járhatnak iskolába, az ők számukra az iskola rendszer nyitott. Igazából nagyon bezárva érkezzük magunkat, annak ellenére, hogy még napi egyszer ki tudunk jönni. És ezt mi minden nap kihasználjuk, minden nap kijövünk, nagyon sokat vagyunk a parkban, szeret játszani. Most tanult meg járni, úgyhogy ő most gyakorolja a járást. Igazából 2 hete volt, amikor elkezdődött, amikor berobbant a vírus Angliába, akkor uralkodott hatalmas pánik a boltokban, a gyógyszertárakban. Picit mostan lelassult, mindent megtalálható a polcokon, mindent meg lehet vásárolni, csak limitált mennyiségben. Fejenként 3 darab terméket lehet vásárolni. Mi arra szeretnénk titeket inteni, hogy nagyon vigyázzatok egymásra, tartsátok be a szükséges óvintézkedéseket, figyeljetek egymásra, ha szüksége van a szomszédotnak valami, akkor kérdezzétek meg, mert elég, hogyha csak egy ember megy vásárolni, így is tudunk egymásnak segíteni. A magunk, a saját családunk és a közösségünk érdekében tartsuk be az intézkedéseket. Mindenkit üdvözlünk, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Az Ugocsából származó Sarkadi Ferenc és Renáta Ausztriában él 2 gyermekével. A szigorú szabályokat ők is megpróbálják minél jobban betartani. És ez itt Hamburg an der Donau, a Dunapart sétáló szakasza, része, ahol ilyenkor nyüzsögnek a turisták, az emberek, de most nincsen senki. Ebben a helyzetben csak reménykedni tudunk, hogy minél hamarabb véget ér a járvány. Örülünk annak, hogy a mi kisvárosunkban még nincs megbetegedés, nincs fertőzött. Tőlünk Bécs 50 kilométerre van, és ott elég sok a beteg sajnos. Mi szerencsések vagyunk abban, hogy családi házban élünk, és így minden nap ki tudunk menni az udvarra, játszani, friss levegőzni. Bent is el vagyunk, sokat játszunk, sok társas játékunk van. Puzzle-özünk a kislány, együtt a 2 gyerek szeret cicázni, labdázni, és így gyorsabban telnek a napok. Így nem vesszük észre a karantént. Mivel az én munkaköröm az egészségügyhez tartozik, kapcsolódik, ezért az nem szűnt, nem állt le az én munkahelyem, tehát én ugyanúgy járok továbbra is dolgozni, tehát nem vagyok úgymond sokkal többet itthon, mint a járvány előtt. Bevásárlást a férjem intézi, hogy mi ne menjünk. Nem férjed, hanem apa. Apa intézi a bevásárlást. Egyedül megy, ez az elején egy kicsit furcsa volt a kislánynak, hogy ő nem mehetett, de utána már megértette, hogy miért kell itthon maradnunk, miért megy apa egyedül vásárolni. Azért, mert hogy mi ne kapjuk el a betegséget, hogy mi ne kapjuk el a bacillust és a betegséget. Igen, és ezért ő megy. Mind a 3 szeretet. Köszönöm. Borbás Ferenc Vajdaságból származik. Tiszakálmán falván nevelkedett, Szerbia egyik legnagyobb magyar közösségében. Feleségével Münchentől nem messze alapított családot, ahol a helyi kórházban belgyógyászként dolgozik. Jelenleg ő a koronavírus gyanús és igazolt fertőzöttekért felelős osztályorvos. A német kórházak próbálnak felkészülni a megnövekedett beteglétszámra. A Wilsburgi kórház is lemondta az összes nem sürgős vizsgálatokat és operációkat. Kiürtettünk egy teljes belgyászati osztályt csak a koronavírus fertőzöttek fogadására. Én jelenleg ezen a részlegén dolgozok, mint osztályorvos. Nem kellett sokat várni az első betegek érkezésére,
jelenleg már félig megtelt az osztály. A kórházba csak a súlyos esetek kerülnek be. A mi esetünkben ez kizárólag idős, 70-80 évnél idősebb betegeket jelent, akik szintén más súlyos betegségekben is szenvednek. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ezt az új járványt komolyan kell venni. Eddig még nincsen ellene speciális gyógyszer vagy védőoltás, ezért csak is közösen tudjuk megfékezni a gyors terjedést. Mindenkinek csökkenteni kell a más emberekkel való kapcsolatát. Tartsuk be az alaphigiéniás szabályokat, a lázasak okvetlenül maradjanak otthon. Így megelőzhető a fertőzés rohamos terjedése. Mi pedig az egészségügyi dolgozók elegendő időt nyerünk ahhoz, hogy a nehéz eseteket is megfelelően el tudjuk látni. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, sziasztok! Köszönöm, hogy velünk tartottak, nézzenek bennünket, viszontlátásra!